Izraeliek és magyarok, zsidók és nem zsidók emlékeztek meg a holokauszt mártírjairól és hőseiről a budapesti nagy zsinagógában. Több százan együtt énekeltek és mondták el a legszentebb imát, a kádist. Az emlékezés lángjait olyan izraeli kormánytagok gyújtották meg, akiknek felmenői Magyarországról és környékéről származtak, és koncentrációs táborokban vesztették életüket. Izrael budapesti nagykövete idén a nácik által Magyarországon meggyilkolt sportolóknak szentelte beszédét, de megemlékezett az ukrajnai harcokról is. Ma fontosabb, mint valaha, hogy a túlélők az egész emberiségnek elmeséljék, mennyire borzalmas a háború, fogalmazott Jákov Haddas Handelsman. Izrael a háború kezdete óta szállít segélyeket Magyarországon keresztül Ukrajnába, és eddig 15 ezer menekültet fogadott be. Csütörtökre virradóan újabb 21 holokauszt túlélő szállt le egy humanitárius gépről. Nekik 77 év után ismét el kellett menekülniük a vérengzés elől. A holokauszt legfőbb tanulsága, hogy az erőszak semmire sem megoldás. A másik, hogy a vak gyűlölet és mások igazságtalan elnyomása ma már elfogadhatatlan világszerte. Izrael minden nap fogad be menekülteket, és abban bízunk, hogy ez a szörnyűség mi hamarabb véget ér, mondta a zsidó diaszpóráért felelős államtitkár. As as Ciona König a zsinagóga kertjében egy kavicsot is elhelyezett az élet fájánál, melynek egyik levelére dédapja neve van írva. Őt a budapesti gettóban végezték ki, és temették tömegsírba.